elköszöntöm. Ez hogy került? Utolsó előadásán megjelent hallgatóságot. Reméljük, hogy akik most nincsenek itt, azok otthon a interneten keresztül néznek minket, és azért nem jöttek. Akadályoztatva vannak az időjárás által. Utolsó idei előadásunk a csillagos égen található magyar elnevezésekről szól. Ugye a hivatalos elnevezések a csillagok esetében általában arab eredetűek, a csillagképek esetében meg főleg görög eredetűek, és manapság, hogy beköltöztünk a városokba, és igazából nincs napi kapcsolatunk az éggel, ezek a helyi vagy egy-egy országra jellemző mondák, legendák kezdenek feledésbe merülni, hát hogy ne legyen így. Ezért lesz ez a mai előadás. Kicsit fölfrissítjük, elevenítjük az ősi magyar elnevezéseket a csillagos égen. Előadom Mécs Miklós, a Esztergomi Csillagász Klubban az elődön, mármint hogy ő vezette korábban a klubot. Átadom neki a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát a magyarok csillagos ege. Van egy mottója az előadásunknak, méghozzá, amit Kanda Kabos a Magyar Mitológia című művében írt 1897-ben, és akkor már aggódott, hogy hát mi lesz a régi magyar csillagkép nevekkel. Hát én felolvasom, magyar csillagos ég még mindig várakozáson felül gazdag, ha nem gazdagabb más népeknél. Hát, ha még adtunk volna rá valamit, és nem hagytuk volna örökségük és hagyományuk letéteményezése nélkül kihalni azon utolsó nemzedéket is, melyet még a csillagok altatta és költöttetek, melynek még a csillagos ég volt esztendőre szóló naptára, vagy az éjszaka minden pillanatában megtekinthető égi órája. Ez több mint 100 évvel ezelőtt íródott, és most még inkább aktuális ezt előhozni, hogy vajon már hol vannak azok az emberek, akik ezt művelték, tehát a csillagok altatta és keltette nemzedék. Tulajdonképpen akkor a falusi nép foglalkozott vele, hát akkor még nem volt villany és egyebek, hanem hát tényleg a csillagoség volt, és akkor, amikor besötétedett, akkor viszont már takarodó volt, hogy így mondjam. És hát az van, hogy a mai modern csillagászat eljutott a rettenetes messzeségbe, több milliárd fényévnyi távolságba, és kutatja, katalogizálja a csillagokat, színképelenző készülékkel vizsgálják, és mindenféle eszközöket használnak, és megfeledkeztünk, hogy mellettünk az öreg pásztoraink csendben eltűntek, és magukkal vitték a csillagászati örökségünket, régi magyar csillag örökségeket. Na most itt a magyar nép csillagos nevét gyűjtötték, méghozzá nem a csillagászok először, hanem voltak nyelvkutatók, néprajzkutatók, művelődéstörténeti és népdalkutatók, például népdalkutatók, és utána pedig a csillagászok föleszméltek, hogy hogy is lehet. Hát miért a csillagászok az utolsók? Azért, mert abban az időben, láttuk 1897, hogy akkor nem volt országosan csillagvizsgáló, hanem Ógyarlán, Konkolytege Miklós, akkor a megyénkbe, Komárom-Esztergom, akkor még csak Komárom megyébe volt, Erdőtagyoson, Posztoszki Károly, aztán Herény községben az Szombathelyen van, ott pedig, hogy is hívták, ezt nem tudom, szóval több magyar csillagász volt, de ők a csillagászattal törődtek, profi szintre vitték, és nem tudtak erről. Na most a népdalgyűjtőknél is például
Bartók és Kodály, ők gyűjtötték a népdalokat, és volt ilyen, hogy kettős csillag ragyog az égen, megkérdezték, hogy melyik az a kettős csillag, mutatták, hogy az ott. Ja, hát az a Gemini, az ikrek csillagkép, akkor már azonosították. Na most nézzük meg, hogy kik voltak a téma kutatói. Kandra Kabus, akit már előbb itt idéztünk, Lugosi József, ősmagyar csillagász, ősmagyar csillagismeri közlemény, és Ipolyi Arnold, magyar mitológia, az egy püspök volt, és ő a Lugosinak a munkáját vette alapul, ABC sorrendben valami 300 csillagkép nevet és csillagot vett katalogizálva, és azt használta föl Ipolyi Arnold, és a magyar nyelv őr 30. kötetben ott is érdekes dolgokat fedeztek fel, megkérdeztek sok mindent, hogy hát mi micsoda, több falun mentek keresztül. A Kálmán Lajos főleg Szeged környékén gyűjtött össze, de méghozzá azt is, hogy hozzá meséket. Na most a magyar csillagképek úgy vannak, hogy a egyszerű nép, pásztorok, juhászok, egyebek is ugyanaz, de azok a csillagos ég alatt őrizték nyájaikat, nem volt se tévé semmi, se villanyvilágítás. Ők költötték a szebbnél szebb dolgokat, látták a csillagos eget, és akkor nézzük még néprajz és nyelvkutatók, Jankó János, Lázár István, Göncé, Toroszkai Vígand Ede. Toroszkai Vígand Ede az írt egy könyvet, és itt van nekem, ez is már nagyon régi, de ezt újból kiadták, itt összegezte az egészet, és itt már összeszedték azt is, hogy mi micsoda. Aztán magyar nyelvőr, meg előbb is volt, visszamentem valé. Igen. Csillagászok közül dr. Kurin György, ami Gyurka bácsink, aki amatőröket is összefogta, Salk Gyula, jó barátunk volt, Bödög Zsigmond, ez Fölvidéken, tehát Szlovákiába gyűjtötte össze, főleg Csalóköz és Kassa vidékén, ahol magyar lakta terület van, nyilván nem ment föl Liptó, Szent Miklósra, meg nem tudom, ahol inkább szlovákok laknak, hanem a magyar dolgokat gyűjtötte össze, és rendkívül gazdagította az eddig összegyűjtött dolgot. Sajnos egyikőjük se él. Hát például Bödög Zsigmond idén halt, még 52 éves korában, vagy 53 éves korában rendkívül gazdag gyűjteménye volt. Na most az égbolt kitüntett irányai és csillagai. Na most főleg Salk Gyula gyújtotta össze, hogy tulajdonképpen föl lehetett ismerni, hogy a magyar csillagképneveknél nincsenek, hogy mondjam, ilyen szörnyetegek, meg nem tudom, például a régi csillagkép, vagy a mostani elfogadott csillagképneveknél, hogy hadakoznak, és különböző dolgok vannak, hogy CET csillagkép például, vagy például Herkules, egy hős, és ilyen hasonló, hanem hát azt vette észre, hogy időmutató óracsillagokat, évszakcsillagokat, ősmagyar felsőég és Göncöl vidéke, az ég közepe, a sarkcsillag és tejút. Majd ezeket sorba vesszük, és akkor föld és ember környezet vetülete az égbolton. Mindennapi életből vették a földrajzi környezetet, eszközök, tárgyak, élelem, állatok, aztán a társadalmi élet környezet és emberi foglalkozások, tisztségek, rangok, történelmi emlékek és személyek, érzelmi életre utaló elnevezések, öröm és bánat az égen. Azt lehet mondani, hogy a szegény nép, akik tényleg hát nem gazdagok voltak, azok örömüket is ott fejezték ki, égre helyezték. A bánatukat is a égbolton találták meg, akkor ősvallás és keresztény vallás nyomok. Az ősvallás tulajdonképpen több mint 1000 évvel ezelőtt, azt lehet mondani, hogy nem úgy mondom, hogy erőszakkal, de muszáj volt, hát Koppány lázadása is ott volt, például a történelemből ismerjük, hogy Szent Istvánnak bizony vaskézzel kellett, hogy mondjam, a pogány vallást legyőzni és keresztényé tenni, hogy a keresztény
világba be tudjon illeszkedni az ország. Hát ezt nem költő, mert mindenki tudja. Aztán költészeti és mesefigurák, akkor időmutató óracsillagok. Hát itt lehet látni, itt most már föl van sorolva, hogy a Nagymedbe és az Alkor Mizár, nem tudom. Van ilyen, hogy hajnalcsillag, ez is időt mutat, hogy már hajnalodik, viradócsillag, hajnal hírmondója, alkonycsillag, akkor már estrannali csillag, vacsoracsillag. Aki esetleg még nem vacsorázott, hát ez fölkelti az embernek az étvágyát, hogy amikor képzelhető, hogy a gyerekek kint játszanak, és akkor már besötétedett, föltűnt a Vénusz, ez a Vénusz, a vacsoracsillag, és kiszól az apjuk, hogy gyertek be, anyátok elkészítette a vacsorát, gyertek. Akkor álomhozó csillag, amikor már virasztó csillag, aztán határjáró csillag, éjféli csillag, pásztorok serkentő csillaga, amikor már kell többet, hogy mondjam, az állatok után név. Évszak csillagok és csillagképek. Kikelet hírmondója, tehát ez már a hiádok, ez a bika csillagképe, egy, hogy mondjam, talán még is tudom mutatni. Húga. Nem, itt én nem, szóval nem mutatom inkább. És akkor van harmatlegelő, ki kellett hírmondója, harmatlegelő, ezek már tavasszal van, dérhagyó csillag, amikor már elhagyja, pünkös csillag, ez már nyár, árpa érlelő, rétlegelő, rétszagoló, ezeket nem tudják azonosítani, azért van kérdőjel. Őszcsillag, mert megkérdezik, hogy tudják, hogy van ilyen, de nem tudták meghatározni, hogy melyik csillag az, vagy melyik. Akkor az őszi csillag, az a kapella, az az auriga, vagyis a szekeres csillagképnek az alfája, alfa névvel nevezik, alfa, beta, gamma, delta, így jelölik be, fényesség sorrendjébe, és akkor utána zuzmara csillag, vagy zuzmarás csillag, de van zuzmara csillag is, mert akkor föl lehetne sorolni. Az pedig a Sirius télen, amikor szél fiastjuk, az pedig fagyhozó csillag, amikor az föltűnik már késő ősszel, akkor már tudják, hogy akkor jönnek a fagyok, és akkor hát ez a fiastjuk. Szélvész csillag, megint nem tudják, hogy micsoda az. Hoppá, vissza. Akkor épp csak kikiált, hol őszi csillag, ezt már volt. Észak, te jut, hogy rengeteg, ezt csak 36-ot írtunk le, vagy írtam le, mert itt van 52 megnevezés, és ezt a legkönnyebb azonosítani, mert nem kellett, hogy csillagok között választani. Ott a tejút megmondták, hogy az északi szivárvány, éjjeli kegyele, útja, országút, hajnalhasadék, hát lehet böngészni egy kicsit végig, és van a Csaba útja, az nyilván az ismerős, főleg Erdélyből származik, teljes út, tejút, égút, ezüst út, és akkor van lelkek útja, madarak útja, Jézus útja, itt már, meg Szent Mihály útja, ezek már keresztényi beütések. Szépasszony vászna, szalmás út, szalma út, cigány út, cigányok útja, erről még külön lehetne beszélni. Hajnal hasadék, ötevény, szalmahullatú, folyvak, búcsú, országút, möny ég, nem menj, ilyen, hogy mondjam, a szegedies mondás, nem menj ég, möny ég. Földrajz, alföldcsillag, bokorcsillag, hármasára, nem akarom végig, nem így lesz, majd még érdekes dolgok lesznek benne. De hát itt végig lehet nézni, hogy földrajz, például Mátra szerelme, a Mátra vidéke, Kaszály, Zsombékja. Na, szóval van szépen. Eszközök és tárgyak. A saját eszközeket helyezték föl, és azt lehet mondani, hogy hát tulajdonképpen a társadalmi életüket, a célszámaikat le tudja ellenőrizni az ember, hogy ásócsillag, cséphadarócsillag, hát nem kombájna alattak, hanem hát ezért. Akkor nekem más elkezdődő fias koronája, göncöl, lánca, gönc, szérje, akkor járvószeg, juhászbot, meg, és végig
Na most ez miért van, hogy ennyi minden? Tudnélik nem jártak úgy, mint hogy most nem volt se televízió, se rádió akkor, és akkor úgy volt, hogy egy-egy tájegységben például azt veszük, hogy Erdélyben másképp gondolkodtak, más láttak, ők nem voltak kapcsolatban az alföldiekkel, ott a Szeged vidéken megint másképp gondolkodtak, Hortobágyon megint, Dunántúlon, Csalóközben, Kassa vidékén, Délvidéken, Kárpátalján, mindenütt másképp, és ezek összejöttek, hogy ezek mind ilyen csillagképek. Foglalkozás, béres, bolytár, ebből szűrik, hogy milyen foglalkozások voltak, gyűjtők, halászcsillagok, mert hogyha most megkérdezni az ember társaságban, most már tudjuk, hogy mennyi van, de azt is meg lehetett volna kérdezni, hogy ki hány magyar csillagképet tud. Mindjárt azt mondják elsőnek Göncölszeké, és utána Fiastyúk. Na, van még tovább. Gondolkodnak, ja, van valami Kaszás is, aztán tovább, nincs tovább. És itt van rengeteg, hát itt van a Kaszás csillag, a 17. kisbéres, az Alkor Mizánár, az Alkor, és akkor kincslátó, lámpás hordozó csillag, és akkor, de van itt egy részeg asszony, részeg ember, révész csillag, utasok csillaga, ilyen régies kifejezés. Történelmi emlékek, székelyek csillaga, vajon melyik lehet ez? Hát a Szaturnusz, akkor a magyarok csillaga, az pedig a Jupiter, akkor Szent László szekere, törökországi Döncő, így nevezik, Mászás király szeme, Tatárdullás, Bujdosók lámpása, vezér, hadnagy, hadvezető, három hadnagy, ez mind a Cygnus, a hattyú csillagképben, majd rátérünk. És akkor itt vannak végig. Szerencse, öröm és bánat. Szerencse csillag, ez az egy van, cigányok szerencséje, utasok szerencséje, kisasszony öröme, szegény ember szerencséje, utas ember öröme, pásztorok öröme, csupa öröm. Szeretnék hát legalább jobbágy világban, hát legalább égbolton legyen nekik örömük, és akkor páros csillag, páratlan csillag, bánat csillag, elátkozott csillag, ilyen is van, magányos csillag és fogoly csillag. Na most van még népköltészet, mesefigurák, ágas csillag, szárnyas csillag, nem akarom végig olvasni, mert nagyon sok, leány szemű csillag, ilyen is van, kunyhóba tekintő, nagyon érdekes megnevezés. Menjünk tovább akkor. Na most az égbolt abrosz, így mondták, hát így képzelték el, hogy fölrajzolták. Ja, megmutattam, hogy... Na. Szép asszony. Ez az Antares, az hogy is van, nyáron, innen nem tudom. Itt van az Antares, a Skorpiónak a legfényesebb csillaga, az egy nagyon szép vörös csillag, nyáron lehet látni, látóhatár aljánál van, és akkor itt majd lehet látni majd a többit is. Hát ez eléggé homályos. Na most nézzük meg a naprendszer égitestét, vegyük a napot. Zala megyébe ruhaszárító csillagnak nevezték. Taiga keréknek azt nem tudjuk, nem tudják azonosítani, de Szegedén tarhonya szárító. A képzelhető a juhászok azok, meg a pásztorok azok vitték magukkal az élelmit magukkal, és akkor csináltak például mondjuk a hajdúságba slambuc vacsorát, vagy nem tudom mit, tarhonya, meg mindenféle tettek bele, meg ilyen laskát, meg nem tudom, és hoppá, mi történt? Valamihez hozzányúltam. Nem működik. Na jó van. Na most nézzük meg, itt van a Holdról. Ekecsi nap, úgy nevezték, Ekecs községben, az pedig hát Csalóközben van, az Isten kalácsa, hát itt kalácsra éhes a macska, úgy látszik, de hát ez nem sokra megy vele. Nincs is több megnevezése, de például a napot meg a Holdat úgy egyforma nagyságúnak vették,
És leírás is van róla. Hú, van nincs itt a másik szemlegem. Egy pillanatra. Nagyon érdekes, hogy apáról fiúra ment, hát nem találom, azt elő kellett volna készítenem. Megvan. Nagyon érdekes, hogy ilyesmit mondtak, hát én ilyen vakcsillagász vagyok. Hogy valamikor megkérdezték, hogy hát miért egyforma nagyok, és mi a halvány ez, vagy nem tudom, nem tudták, hogy a napfényétől van megvilágítva, nem saját fénye van, és miért foltos, meg nem tudom mi. És apáról fiúra szállt mindenféle csillagkép, meg csillagnak a neve, meg mindenféle magyarázat hozzá, és akkor megkérdezte például az unoka nagyapjától, ez egy néprajzi értesítő, 49-es szám, 1967-es évi közleményébe található. Azt mondja, egy régi hiedelem szerint, nagyon régi hiedelem, a nap és a hold valamikor egyforma erősek voltak és verekedtek. Hold egy tüskés ágat dobott a napba, az még jobban égett, azért olyan szúros a fénye. A nap egy lapát, lótrágyát vágott a hold szeme közé, azért halványabb és azért foltos a hold képe. Hát jó megmagyarázza, jó megmagyarázta, és ez jó, mondhatom, hogy nagyszerű tudományos magyarázat volt ez akkor, és hát na most megint mi? Itt valamihez hozzányúlok. Tessék? Na most a Vénusz, itt már jóval több ez, mert a Vénusz a harmadik legfényesebb égitest a naprendszerben, mert a nap a legfényesebb, utána a hold, és akkor a Vénusz azt mindig lehet látni, van ilyen, hogy alkonycsillag, álomhozó csillag, betyárvezető csillag, azért, mert hát betyár éjszaka tud menni, este hajnal csillag, ezt ismeri mindenki, és hajnal csillag, legeltető csillag, ökörkereső csillag, pásztor, fönt égi pásztornak nevezték, pásztor serkentő, szarvas legeltető, szerelemcsillag, vacsoracsillag, ismét vad legeltető, és viradó csillag. Tudnék, azért esthajnal csillag, mert hogyha megnézzük, a nap belső bolygó, ha itt van a napunk, itt keringünk mi, a Merkur közel a naphoz, aztán a Vénusz, és akkor innen csak egy bizonyos szögbe látjuk a két belső égitestet, és fényváltozásokat is mutat, és hát itt sincs az egész megvilágítva, hát nem, így nem lehet távcsőn látni, hanem ezt színszűrővel, vagy hogy mondjam, ultraibő sugárzásban vizsgáltam meg űreszközzel az ember, és akkor hát lehet látni, ilyen Y alakban vannak a felhők nagy sebessége, és akkor hát a Vénusz úgy lehet látni, hogy este, és sokáig esti csillag volt, most hajnal csillag. Na most úgy van, hogy amikor lenyugszik a nap, kering a Vénusz, lenyugszik a nap, itt van a látóhatár, lenyugszik, a Vénusz még itt ragyog, és az később tűnik el. Az éjszaka nem világít, csak késő estig. Aztán, amikor megkerüli a napot, a Vénusz, és akkor átjön, akkor hajnalban föltűnik a Vénusz, és később, amikor virad, akkor már eltűnik a Vénusz, és a Vénusz olyan fényes, hogy nappal is lehet látni. Csak nagyon jó, meg kell figyelni, most hajnalban én meg is figyeltem, és akkor egy fa ágához, vagy egy épület sarkánál úgy állok, hogy ott van a Vénusz, világít, és akkor föl kell a nap, eltűnik, és ha nézi az ember, szabad szemmel is lehet látni, ott van a Vénusz. Úgyhogy nappal is szokták a csillagászok, már az amatőr csillagászok is észlelni a Vénuszt. Most. Jaj, rosszul nyomtam meg.
Na most Vénusz átvonulások. Na most itt van, hogy milyen átvonulások voltak. Nagyon ritkán van, úgyhogy 2004. június 8-án mi ketten a Zsombok Gáborral Dobó gimnázium előtt tartottunk, és az általános iskolából is jöttek 10 perces szünetekbe, és akkor 8 év múlva van a következő Vénusz átvonulás. A Vénusz átvonulás az, hogy a nap előtt átmegy, és van 4 kontaktus, olyan itt az első kontaktus, amikor érintkezik, és akkor bejut, és itt a második kontaktus, amikor elmegy, és akkor van, és ugyanez fordítva van. Na most az volt a helyzet, hogy ezt megnéztük itt, nem világít. Na, szóval, technika ördöge. Na most az az érdekes, legutoljára 1882. december 6-án, nagyon lehet látni, hogy júniusban meg decemberben szokott lenni. Na most, hogyha a téli időszakban volt legutoljára a Vénusz átvonulás, akkor 122 évet kell várni. És akkor utána jön a 2004, és 2012. június 6-án, 8 év múlva megint lesz. Úgyhogy ezt nem szabad elhalasztani. Ezt meg lehet nézni esetleg ilyen szemüvegi, amelyikkel meg lehet nézni, vagy nem tudom. És akkor 105 év múlva, 2117. december 11-én ráment a kép, akkor lesz a következő, megint 8 év múlva. Na most nézzük meg a következő. Visszamegyek. Na most még erről annyit akarok mondani, hogy az 1669-ben, vagy nem tudom mi, akkor Lomonoszov, orosz csillagász észlelte azt, hogy amikor a Vénusz mondjuk ilyen helyzetben van, na, csak így mutatom, akkor ilyen helyzetben van, akkor itt fényes gyűrűt lehetett látni, az pedig nem más, mint a Vénusznak a légköre, és attól kezdve megfigyelték a légkörét. Azon kívül a Vénusz fázisokat mutat, tehát olyan, mint a Holdnak a fázisai, és van egy ilyen érdekes történet, hogy a cári udvarban egy nagy bál volt, és akkor szünet, kimentek az erkélyre, és akkor nézzünk, szerették a csillagászatot művelni, távcsőben nézték a Vénuszt, és egy öreg, idős nő nézi, belenéz a távcsőbe, azt mondja, nem jó a távcső. És mondták, hogy miért? Én a Vénuszt így látom, hogy ilyen alakja van, és a távcsőben fordítva van. Hát persze a távcső optikánál fordítva van. Olyan éles szeme volt, élesebb volt, mint a sasnak, hogy látta a saját szemével a Hold, vagy a Vénusznak a fázisát. Most nézzük meg. A Mars az már 2 évente közeledik hozzánk, hát hadakozó csillag, vére versengő csillag, vérszemű csillag. Ez nem volt annyira feltűnő, de mégis elnevezték. Hát ez már űrkutatás célpontja most már. Na most a Jupiter a magyarok csillaga, hát az egy méltóság teljesen megy az égbolton, uralja az égboltot, amikor fönt van, és hát azért ez mindig is magyarok csillagának nevezték. A székelyek csillaga pedig a Szaturnusz, ezt tartották. Most menjünk tovább. És akkor vannak az üstökösök, bujdosó csillag, akkor farkas csillag, mert farkas, farka van neki. Futosó csillag, lüdész, nem lidész, lüdész csillag. Söprűs csillag, mert elég nagy söprűje van, szakállas csillag. És veszőseprő csillag. Na most itt nagyon szépen lehet látni, hogy kétféle csóvája van, az ioncsóva és a porcsóva. Ioncsóva mindig a napnak az irányába mutat, tehát a nap innen világítja, és a gázt lefújja. A porcsóva az pedig az üstökösnek a pályáját mutatja, hogy innen jött, és arról lefújta a nap. És ettől mindig féltek, háborút és egyebeket gondoltak, úgyhogy meg dögvész, meg nem tudom, úgyhogy attól féltek. Na most a meteorok, itt meg futócsillag, hullócsillag, többet nem tudunk. Ez egy elég fényes csillag. Na most Tejút, éjszakai szivárvány. Én már volt egyszer Tejút. Itt pedig lehet látni,
alaposan lefényképezték, hát itt vannak ilyen sötét ködök, nem az, hogy ott hiányzik, hanem porköt takarja el, és hát Galilei az a 1609-ben vagy 10-ben a tejutat vette figyelembe, és azt hitték, hogy az egy olyan homály, és megdöbbent, hogy tele van csillagokkal, egy hatalmas csillag. Na most a tejutat úgy lehet elképzelni az extra galaxisunkat, hogy van egy pont, egy központja, és ilyen spirálkarok vannak, és a spirálkar, így ahogy a tejutunk van, így lehet elképzelni, hogy így állunk élével, és azt látjuk fönt az égbolton. Van téli tejút és nyári tejút, attól függ, hogy hát mikor, hogy csillagos ég, UMA. Na most azt akarom mondani, hogy, hogyha egy csillagászati, hogy mondjam, egy nemzetközi csillagászati összevetem volna az ember, és akkor megmondanám nekik, amikor baráti beszélgetés van, akkor szünet van, hogy mit szóltok hozzá, ismeritek a Göncz összekeret? Akkor megkérdezik, az még micsoda. És amikor mondom, hogy UMA. Ja, UMA, Urza Major, nagy medve. Megszólal a francia. Nektek göncöl szegély, nekünk merítőkanál. Mert úgy néz ki, nem tudom, itt lehet talán látni. Igen. Ott a nyele, ez a merítőkanál. Az arab megszólal, ez nem merítőkanál, ez halottas menet. Ott a koporsó, ott a sírató asszonyok mennek utána. Szóval minden népnek más az elképzelése, de mink maradjunk a göncölszekérni, és itt nincs az, hogy merítőkanál, halottas menet, megszemélyesítették, göncöl, ki az a göncöl? Hát nagyon jól tudjuk, aki már foglalkozott ilyesmivel, hogy ez egy régi táltos, aki félistennek számított jóformán, tudott beszélni az állatokkal, ilyet mondott még a növényekkel is, és egyebek, és akkor a göncöl szekérnél, hát különböző elnevezések vannak, ilyen, hogy béres szekér, csiki szekér, döncő, nagy göncő, van kis göncő is, szekércsillag, uticsillag, akkor alkor, meg a mizár, az pedig, hát úgy van, hogy visszamentünk. Na most, béres, göncös, aki hüvely, pici, kisbéres, kocsis, egy, mert van még egy kocsis, meg ostoros. Na most az van, hogy a göncös szekérnek, én most először, na, a göncös szekérnél van az UMA, az UMA, a göncös szekérnél van két nagy, hogy mondjam, extra galaxis, én úgy kivasztanák mindenkinek, adok egy-egy csillagtérképet, ilyen egyszerű csillagképet, valaki kihozhatná, hogy van bőven, és akkor menjünk rajta keresztül. Segítsél. És akkor a göncöl szekérnél meg lehet találni, én is akarom azt követni, mert elvitték, vagy mindjárt. Na most itt úgy kell nézni, hogy tavasz, nyár, ősz, tél. Itt vannak a csillagkép nevek, és a magyarul le van írva. Te ide is adjál, Gyula, ide is még egyet, mert elkértem tőle. És akkor hát megvan, hogy kell ezt nézni. Össze kell hasonlítani az égbolton látó göncölszekeret, és akkor fölteszi az ember és beigazítja, hogy is van. És akkor itt vastagon is van mutatva, és akkor hogy lehet tájékozódni az égbolton, sokszor mondták már nekem is, hogy lehet tájékozódni a csillagászok, úgy kiismerik magukat. Ha nem lehet kiismerni, össze-vissza van mindenféle csillag, azért nem egészen úgy van, hogy milyen könnyű tájékozódni. Nézzük meg a göncszekérnek a rúdja, rámutat egy fényes csillagra, azaz Arcturus. Na most erről van egy érdekes történet, még 1964-65-ben volt egy barátom, megvan most is, ő úgy volt, hogy általános iskolás volt, és amikor a szakkörünk alakult el, a klubunk, akkor az volt, hogy ő már is csillagászati ismerettel rendelkezett, és elmentek kirándulni
az iskolai kirándulással, és este mentek, és azt mondták, hogy elbóbiszkolt, és fölkeltették, na te csillagjál, mondd meg az a csillag, az a fényes csillag, az micsoda, melyik? Oda nézett, azt mondja, az Arcturus. Hasadra ütsz, és akkor rámondod. Azt mondja, nem, nézzetek följebb, ha rámutat a gönzöszekér rúgy, akkor az Arcturus, ha nem akarjátok elhinni, akkor Alfa Bótisz. Na most Alfa Bótisz, nem Bótesz, hanem Bótisz, tehát birtokos névvel adják, hogy latin neve van, és azt lehet látni ott. Majd, hogyha tovább húzzuk az ívet, itt van, itt az Arcturus, akkor egy másik fényes csillagot látunk, az pedig a Virgo, vagyis a szűz csillagképbe található legfényesebb csillag, a Spica. Na most ezek nagyon érdekesek. Na most itt még a Göncő szekérnél van két ilyen extra galaxis, ez körülbelül 7 millió fényévre van, az pedig 10 millió fényév, és akkor a következő, ez M81, M82, mit jelent ez? Messier katalógus 81-es, 82-es objektuma. Messier nagy üstökös kutató volt, és mindig becsapódott, hogy látott egy homályt, azt hitte, hogy na, az üstökös kezd kifényesedni, és mindig becsapódott, és akkor elhatározta, hogy nem tud üstököst találni, elkezdte katalogizálni. Egész hosszú, ez volt az első ilyen nagy katalógus, amit összeállítottak. Most ez egy szép spirál galaxis ott, és akkor az pedig egy robbanó galaxis, a központja robban. Na most akkor van még egy csillag galaxis, M11-es, nem, igen, M11-es, 10-es. Na, és az van, hogy ez pedig lapjával felénk. Tejútrendszerünk is körülbelül így néz ki, hogy van egy központi része, ott egy nagy fekete lyuk dolgozik tulajdonképpen, azt tartja vonzásba, és a spirálkarok így helyezkednek el. Na most nézzük meg. Kisgöncő. Kisgöncőhöz menjünk, hát Göncő mások. Persze olyan, mint az 7 csillagból áll a nagy göncöl is, és a kis göncöl is. Míg a nagy göncölnek a rúgya lefele mutat, azt mondták, hogy az Arcturus az a boszorkány szeme, és a boszorkány szeme lehúzza a rúgyát a göncöl szekérnek. Aztán a kis göncöl, kis szekér, nagyasszony, társzeker, nagyboldog a csillag, a tündérasszony csillag, a tündérasszony palotája, bába matulája, az a sarkcsillag, no, boldog asszony matulája, Göncő térítő, furú csillag, Szent Péter agara, nagy szent. És akkor az van, hogy a sarkcsillag az úgy találja meg az ember, hogy a Göncő szekének a hátsó kerekét meghosszabbítja, hozzáértem, meghosszabbítja az ember a hátsó kerekét ötször, és akkor ott találja a kis Göncőt, a térképünkön középütt. És akkor hát annak a rúgya fölfele, ez pedig lefele. Na most ökörhajcsár, boszorkány szem, amit már mondtam, nyárőr, ökörhajtó, ökörpásztor. Na most a Virgo, vagy a szűz csillagkép, leány szemű csillag, meg nyárs. Na most itt van az M104-es, a szombreró köt, hát tudjuk, hogy Mexikóban ilyen nagy sombreókat viselnek, hát itt nem az, hogy hiányzik valami, hanem élével van felénk, ekkora hatalmas nagy a központja, és spirálkarok vannak körülötte, ha egyáltalán spirálkar, és az lehet, mert másképp nem lehet, és akkor porköd, ilyen porköd, ott keletkeznek tulajdonképpen a csillagok. Na most a szűz csillagképnél van a extragalaxis sok tömege, és képzelte, ezek mind tejútrendszerek, ehhez tartozunk mink is, de tulajdonképpen van egy lokális rendszer, amiben benne van Andromeda, meg minden egy csillag. Na-na. Elmentem.
Na most a Canis venetici, az a vadászebek, nagyon szép ez az M51-es, ugyanakkor M3-as gömbhalmaz van, gömbhalmaz a tejút rendszert úgy körbeveszi, na most a gömbhalmazoknak, inkább te kezeled, mellé nyúlok össze, gömbhalmazoknak, na most a Canis veneticit itt találjuk meg, a göncölszekér rúgya alatt, KNB, és akkor gömbhalmazok, azok, amivel a napunk olyan 5-6 milliárd éves, inkább csak 5-öt szoktak mondani manapság, ezek pedig 10 milliárd évesek, sokkal öregebbek, porköd nincs benne, gravitáció együtt tartja, nem szóródik szét, és akkor menjünk tovább. Na, Kóma Berenike, Berenike haja, és akkor itt lehet látni, hogy itt van a Virgó halmaz, amit előbb láttunk, és tulajdonképpen ilyen halmaz, hát itt volna még több is, és akkor hát a Kóma Berenikében itt is lehet látni ilyesmit. Akkor megint mehet. Akkor a Leo, vagyis oroszlán, ott is van NGC katalógus, az New General katalógus, tehát új generál katalógus, azok vették fel ezeket, ezt már, de már halvány extragalaxisok, ezt már Messier nem nagyon észlelte, és különböző galaxisokat lehet látni. Lehet? Akkor Corona Borealis, északi korona koszorú csillagnak is mondják, ezt pedig itt lehet látni a Bótesz mellett. Itt valahol, hát azért jól tudom, itt onnan beszéljek. Nem tudom. És akkor így megyünk, hát képzeltük, koszorú csillag, Krisztusunk asztala, Mária kertje, óvasó csillag, papkó csillag, rúzsakert, és akkor a Herkulesben pedig a legérdekesebb a Herkules gömbhalmaz, ami a legfényesebb mi égboltunkon, északi égbolton, és ezt könnyen meg lehet nézni már binokulárral is. Ezt pedig hát itt lehet látni a nyári égbolton, megyünk tovább, most már év, és úgy van, Serpens kígyó M5-ös, az is ez egy sokkal kisebb, mint az előző, és akkor mehet megint. Na most a kígyó tartóban van az M16-os. Ez egy nagyon érdekes ilyen gázköd, sasködnek is nevezik. Itt van ilyen érdekes dolog, ezt lefényképezték méghozzá, úgyhogy a Hubble űrtávcső, HST, akkor mehetünk, ilyen rettenetes dolgok, viharfelhőnek tűnik föl. Ez egy körülbelül 3 fényévnyi távolság. Fényév mit jelent? Az jelenti, hogy a fény terjedési sebessége 300.000 km. Nagyon érdekes, hogy ezt még Olaf Römer, dán csillagász tudta megállapítani, hogy a terjedési sebesség nem végtelen, mint ahogy gondolták, hanem úgy van, hogy annak van egy bizonyos sebessége, méghozzá a Jupiter holdaknak a fedése. Na most megint ilyen kézzel lábbal mutogatós, hogy itt van a napunk, itt kerünk a Jupiter, és mi itt vagyunk előtte, így keringünk, és akkor innen megnézték, Kepler törvény alapján kiszámolták, hogy milyen időközönként kering, pontosan kiszámították, és amikor a Jupiter mögött eltűnik az egyik égitest, meg volt az időpont. Igen ám, a nap körül van, amikor itt vagyunk, van, amikor itt vagyunk. És amikor innen nézzük, akkor egy másodpercet késett. És ez mindig így volt. És akkor megmérte 150 millió kilométer a nap innen, ha átmegyünk 150 millió kilométer, az pontosan 300 millió kilométer, és egy másodperc alatt ennyi idő kellett el, míg a észleltük a Jupiter holdjának az eltűnését. Most ez is hozzátartozik. Na most a Skorpió csillagi bögői szépasszony, pillangóként, ezt azelőtt nem lehetett látni, Hubble űrtávcsőnek a felvétele, ez egy planetáris köd, itt van középütő a csillag tulajdonképpen, és akkor két irányba
kitört így, és akkor megyünk tovább, és akkor líra vagy lant, csősz csillagnak nevezik. Hát a központi csillagát Gotthard Jenő fedezte fel, méghozzá egy haldokló csillag. A napunk is úgy fogja befejezni, hogy elfogy a hidrogén, kellő mértékben kialszik az atommágia, a gravitáció legyőzi, fölfűti, most sokkal, hogy mondjam, alacsonyabb hőmérsékleten van, mert akkor még kiterjed, két erő dolgozik egymás ellen, egyik a gravitáció, a másik pedig a nukleáris erő, ami szétdobna. Megszűnik a nukleáris erő, összesűríti, fölfűtődik, begyullad a hélium, és akkor letermeli elég rövid idő alatt, és utána pedig hát haldokló csillag, egy fehér törpe csillagá zsugorodik össze, hát itt is az van egy fehér törpe csillag, és ultraibőr sugárzásban világít. És ezt le tudta fényképezni méghozzá tükrös távcsővel, mert lencsés távcsővel nem lehet lefényképezni, mert az üveg az nem engedi átmenni a fényt, az ultraibőr sugárzást. Na most az van, hogy a tükrös távcsőnek a felülete tükröződik, és akkor úgy vedődik vissza, és le tudta fényképezni. Na most itt lehet látni, hogy korábbi, itt van a gyűrűsköd, és már régóta működik, ezek már infravörös sugárzási tartományban lehet látni, hogy ilyen porködök mentek le. Na akkor mehetünk tovább. Na most a hattyú csillagkép, fő nagy csillag, hadvezető, na most itt meg lehet látni, egy ilyen repülő hattyút lehet látni itt a nyári égbolton, benne van a göncöl, a tejútba, össze-vissza beszélek, ott repül. Na most nagyon érdekes, hogy ide megyek. Na most itt van a hattyú. Lehet látni, ott is lehet látni, hogy benne van a tejútrendszerben szárnya. Ez a hadvezető, ez a sereghajtó. Ez egy nagyon szép kettős csillag. Aztán, ha nyáron kint vagyunk, úgy kell fölhívni az emberek figyelmét, hogy nézzük meg, hogy itt egy fényes csillag, itt egy fényes a Líra, ahol a gyűrűsköd volt, és itt van a másik, a Sas vagy Atair nevű csillag, az Deneb, ez Vega, az Atair. És akkor egy egyenlő szárú háromszög, majdnem a súlypontjában van a hattyúnak a csőre. És akkor ezeket nézzük meg, és akkor gyönyörű, szép, milyen ködnek néz ez ki? Hát nyilván lehet látni, hogy Észak-Amerika köd, itt van Mexikó, Florida, hát a Hudsonből az hiányzik, ez pedig a Pelikán köd. Itt a tejútunkban van benne, ahogy itt mutattam, hogy a tejútunkban van benne, meg itt is lehet látni, rengeteg csillag van. Azon kívül a következő képnél is lehet látni, hogy itt van a Cygnusnak az alfája, ez a hadvezető, ez pedig a három hadnagy, úgy nevezik, és akkor emlik pedig hát a sereghajtó. És a Albireónak nevezik, az a neve, és itt van egy fényes, nagyobbnak látszik távcsövőben is, de nagyon szép, szét húzza, távcsövőben sokkal szorosabbnak látszik, ez nagy nagyítással van, és egy kék csillag és egy ilyen narancssárga csillag van, ez mindig nagyon szép. Na most akkor mehetünk tovább. Na a fátyolköd ott van, egy szupernova robbanás volt, és itt van ez, ki van nagyítva, és ez tágul, a szupernova az már nagyobb, óriás csillagnak a halálát jelenti. Most megyünk tovább. Aquila Sas, cigánynak nevezik, égi pásztor, juhász, tévegő juhász, a pajzs, tündérek tánca, a pajzstartó csillag. Különösebben nincs semmi, mehet. És akkor nyilas csillagjébe, Taiga, Törökország, és itt Kordusszeger, meg még már. Na most ez az M8-as, ez lagunaköd, csillagok keletkeztek, itt a laguna, itt a nagyon szépen lehet látni, és akkor a következőnél pedig a trifid ködöt látjuk, itt van a trifid köd, és ez ki van nagyítva, ilyen mozgalmas dolgok történnek, M20-as, és akkor mehet.
Delfin, Kiskereszt, Lehelkültje, Vándorlegény, Csillaga, Csikó, azt pedig Csitkónak Kistáltos, Hálócsillag, Cepheusz vagy Kepeusz, A betűcsillag, Kunyhó, stb. Nyűveskutya, ilyen érdekes dolgok is vannak, és akkor megint mehet. Akkor Kassziopeiában van egy szupernova robbanás, ezt még Tycho de Brahe fedezte fel, az jegyezte fel. Na most ez nem ilyen színes, ez ami színképben van, méghozzá azért, mert űrfelvétel, és vagy pedig hát Földön is meg tudják csinálni, hogy hamis színben különböző vegyi összetételek vannak. Mivel napban hidrogén, hélium a domináló, nyomokban van más elem, itt viszont megtalálható a periódus rendszer összes anyaga, magasabb rendszámú elemek, arany, ezüst, ólom, mi egymás, uránész, mindenféle. Úgyhogy azokat lehet itt látni. És a terjedési sebessége az iszonyatos nagy, amikor egy szupernova felrobban, ami legalább négyszer nagyobb, mint a napunk, és ebben fejezi be az életét, hogy felrobban, és akkor középütt marad egy neutron csillag, amely pulzál, és ezt külön foglalkoznak vele, és akkor mehet. Na most az Andromeda köd, vagy halászcsillag, hályagos csillag, ködszemű csillag, hát azt szabad szemmel is lehet látni holtalan éjszakán, és nem neonfény és igangyőzlámpa mellett, hanem kint szabadba. Lokális rendszerünkhöz tartozik egy ekkora átmérőjű, és akkor két kísérője van, M31-es katalógus számú, M32-es, és ez pedig NGC 205, és akkor azt most már megváltoztatták, besorolták a Messier katalógusba. Most akkor menjünk tovább, és akkor itt pedig a M33-as, a szögletcsillag, ezt is itt meg lehet látni, a göncör, nem a göncör, hanem a előbb látott csillag mellett, csillagcsoport mellett található, az Andromeda alatt. Na most az Andromedát úgy lehet látni, hát itt van például a Pegasus meg az Andromeda együtt, olyan, mint egy nagy göncölszekér, olyasféle, és akkor onnan fölfele lehet, ott van ez a Pegasus, és akkor ott van az Andromeda, és alatta van a háromszög csillag, és mehetünk tovább. Akkor Perseus szarvas csillag. Perseus ikerhalmaz. Nagyon érdekes, hogy nyílt halmaz azt jelenti, hogy együtt keletkeztek, egyidősek, és akkor az van, hogy amikor együtt keletkeztek, akkor még együtt vannak, de nem olyan, mint a gömbhalmaz, hogy örökké együtt vannak, hanem azok szétszóródnak, és akkor itt meg lehet állapítani, nem ilyen egymás mellett van, csak síkba látunk, az egy bizonyos távolságban van egyik a másiktól, és akkor itt lehet látni, ez a fiatalabbik, az az öregebbik, mert már szétszóródik. Nagyon szépen lehet ezt kis távcsővel is észlelni. És akkor mi hát? Na most a Pegasus, halficsér, tudni, meg nagy táltos, pálinkás, aztán pálinka hordó lány, részeg asszony, hálócsillag, M15-ös galaxi, vagy gömbhalmazban, és a Stefan Quintet, képzelhető, fizikailag együtt vannak, egymás vonzó erejében vannak, és akkor megyünk tovább, és akkor a vízöntőbe, úgy nevezték, hogy Kanta, Helix, ez egy gyönyörű szép, nagy kiterjedésű, de nagyon halvány, csak fényképezve lehet látni, központi csillaga dobja le ezt a gyűrűt. Így is nevezik, hogy csigaköd, olyan, mint egy csiga, ennek a ház elvonna így vágva. És akkor megyünk. Na most Eridanus folyóban lehet látni a NGC 1003-at, az egy olyan galaxis, hogy két irányba van, nincs sok spirálkarja, és nem tudom, milyen fizikai körülmények között vannak. Ez egy ekladáns példája annak, hogy ilyen galaxisok is vannak. Na most a Taurus, vagy a Bika csillagkébe, bujdosók, lámpása, stb. Mékas, egy szupernova maradvány. 1054-ben kínai csillagászok fedezték fel, méghozzá egy új csillagnak gondolták,
azok úgy voltak, hogy öten ültek ki, közép itt volt a főcsillagász, minden égtáj felé volt egy-egy csillagász, egyszer csak föltűnt egy felvillanó csillag, nem villan, mindig fényesebb lett, felrobbant egy csillag, ez a rákköd, krápködnek is mondják, ez egy nagyon, hogy mondjam, kutatott égitest, itt találták az első pulzárt, itt találták meg, hogy van még benne, hogy mondjam, régi égitestből. Tulajdonképpen úgy van, hogy egy nagy csillag összeroppan, és akkor összeroppan, felrobban, és úgy van, mint amikor a puskát elsüti az ember, hogy van visszaható erő, és a központi részét összevágja, és egy neutron csillag, mint egy nagy atommag keletkezett, és az iszonyatos gyorsan pörög, és akkor rádiósugárzást ad, ez a pulzár. Tehát akkor gyorsan pörög, és akkor itt lehet látni, hát olyan 1000 km másodpercenkénti sebességgel tágul, és rendkívül gazdag különböző anyagokba. Hát azért nagyon érdekes, hogy a napunk nem tudott olyasmit produkálni, ami a Földön található, például Földön arany, ezüst, órom, uránérc, egyebek minden. Hát a szupernova robbanásnak az anyaga nagy sebességgel tágul, és akkor egy csillagközi por és gázfelhőt eltalál, akkor besöprődik az anyaga, és amikor összegyűlik, akkor, hogy mondjam, ott koncentrálódik a földtípusú bolygókon, és ezért van technikai civilizációnk, mert mindenféle anyag van. Na most a következő. Plejádok vagy fiascsók. Na, ez nagyon érdekes. Volt, aki azt mondta, hogy az a kis göncő, egyszer távcsőjel bemutatót tartottunk ott a Bánunk lakótelepen, egy fiatal gyerek oda, az ott a kis göncő. Mondom, nem, az a fiascsú. De, és akkor vitatkozott velem, és akkor megmutattam, nézd, ott van a kis göncő, ez pedig a fiascsú, és nézzük meg, és akkor olyan egy kis távcsővel, nem nagy távcsővel, kis távcsővel, mint egy ékszerdoboz borult volna ki, ezek a legfényesebb csillagai, és akkor itt rengeteg apró csillag van, és olyan, mintha csupa gyémánt volna, és még annyira fiatal, körülbelül 1 millió évesek, és akkor a gázködben még a születőhelyükön vannak. Hát rengeteg elnevezése van, hogy csürke csillag, fagyhozó csillag, fiastúr, van itt valahol fiastik, ez egy nagyon érdekes, leánygyűlés, nagyon érdekes leánygyűlés, és akkor mehetünk tovább, és akkor Orion, na itt pedig már az Orionnak már téri égboltot kell néznünk, és az Orion itt van lent, az egyenlítő alá süllyed, ez az északi, mert itt vannak ilyen körök, itt is lehet látni, ez az északi, nem, melyik az, ez az északi félteke, és a déli féltekéről is oda lehet látni, mert ha az északi saroknál volnánk, akkor csak az északit lehetne látni, nem látunk le a délire. És akkor van egy másik kör, ahol a bolygók mennek, mert a Földnek van egy perde tengelye, és akkor hát azokat ott lehet találni. És akkor hát különböző dolgokat. Na most nagyon érdekes, hogy én valamikor egy nagy vállalatnál dolgoztam, és gyártmány szerkesztő voltam, és úgy van, hogy délelőtt, éjjel is műszak is volt, hány műszak volt a vállalatnál, és akkor az volt, hogy az igazgató az csak délelőtt volt, és akkor mindig kellett egy igazgató helyettesnek lenni, most én nem voltam igazgató, ne kérkedjek ebben, hanem a műszaki embereket beosztották. És bent voltam a szerkesztésen, ott volt a székhelyem, és én neki láttam, foglalkoztam, akkor persze volt, amikor nyugodt napot fogott ki az ember, de volt, amikor balhé volt, hogy mondjuk kiégett a, nem tudom, a trafó, vagy nem tudom, akkor meg ilyen dolgok, vagy pedig szállítás volt éjszaka, és akkor úgy volt, hogy nyugodt nap volt, és akkor takarító nők egy brigádban voltak, akik éjszakai, délutáni műszakban voltak, és akkor még megvacsorázták, és oda jöttek be hozzánk, és akkor mi az maga dolgozik, mert tudnék a csillagászati szakkörnek egy másik szakkör, nem ez a szakkör, akkor gyermekszakkör, úttörőházi szakkör volt, annak készítettem a éves munkatervét. Mi a maga dolgozik? Mondom, igen, de nem úgy, ahogy gondolja. Miért? És akkor mondom, hát csillagászati munkanaplót készítek, maga csillagát, meg én is. Mondom, mit csinál maga? Azt mondja, én is. Nézze meg, ott az ablakon kinéz, ott van a kaszás. Mi csinál? Kaszás.
Ott meg az a pislogó, az pedig a Sánta Kata, az viszi az ebédét a kaszásoknak. Hát az, amit először kezdtem, hogy hát kihalt már az a nemzeték, csak hírből lehet hallani, hogy voltak ilyenek, és esetleg még van egy-két ember, aki még visszaemlékezik ilyenre, és akkor mondja, hát én csak ilyen bolond öreg asszony vagyok. Mondom, nem, nagyon okos, hát honnan vette ezt? Azt mondja, még kismány koromban nagyanyám mesélte, és mutatta, hogy az a kaszás, ott a három, itt lehet látni, hogy három egyforma csillag van, azok vágják a rendet, és a Sánta Kata, az viszi, tudnék, a Sirius egy nagyon villogó csillag, a légkörnek a turbulenciájától van, és akkor mondja, hát még mondtak, hogy mit tud még? Mondtak olyasmit, hogy Dávid hegedül cicelijének fönt a Holdon, hát persze ez egy régi bolond megnevezés. Nos, úgyhogy azt lehet mondani, amikor kérdezem, hogy még mik vannak ott, és akkor mondja, hogy marokszedők itt. Mondom, mi a marokszedők? Igen, azt mondja, meg ilyen dolgokat. Úgyhogy még talán az utolsó, vagy utolsó előttivel találkoztam. Ez pedig van 74-75-ben volt, és képzelhető, hogy hát azóta már szegény, ő is elvitte a sírba a tudományát. Úgyhogy rengeteg érdekességet találtak itt. Ha most a kaszás csillagképet megnézzük, ott van egy ilyen, hol is van, igen. A kaszásnak itt fönt, itt a kaszás Orion övéből kinyúlik egy ilyen nagy kasza felű, hát az a kaszája, úgy fölfele, és akkor hát úgy, hogy sok dolgot, és akkor mondhatta volna valaki, hogy hát igen, az egész nép ott van. Na most, hogy kihalt már ez a nemzedék, hát az több mint valószínű, mert most már a falun mi van? Közvilágítás. Falun mi van? Traktorral járnak, kombájnnal aratnak, nincs már ez a nemzedék, úgyhogy hogy ezt szerencsére, hogy megőrizték mások, akkor mehetünk tovább. Na most a kaszásnál, tehát az Orion csillagképben van az Orion köd, körülbelül 10 000 naptömegnyi por és hogy mondjam, gázködök és lófejköd, úgy nevezik, nagyon szép, hatalmas nagy területi. Persze itt ez hatalmas porköd, és a háttérben is vannak ilyen csillagok, csak letakarja. És akkor a következő. Na most a nagykutya vagy Canis Major, árvalány pillantása, ebb csillag, ebédhordó, étekhordó. Itt a Sánta Kata, Sánta lány, szilkehordó, tündérfő, zuzmarás csillag. Na most azt lehet látni, hogy a Sirius így lehet látni, és itt a nyíl mutat rá, hogy ott van a Siriusnak a kísérője, egy fehér törpe csillag. Ez körülbelül 8-9 fényévi van, távolságban van. Az, hogy ilyen árgai vannak, ez tulajdonképpen a tükrös távcsővet árulja el, mert tükrös távcsőben 4 befogó rész fogja a tükröt, mert akkor, hogyha csak egy volna, hogy ne zavarja ez a sok, akkor pedig ilyen ovális volna. Így pedig pontos a háromban, szóval egyharmad, kétharmad, háromharmadra van osztva, akkor is torz. Ez a legjobb. Na most itt pedig lehet látni, hogy körülbelül akkora. Na most a Siriusnak a kísérje a Sirius B, mert a Sirius A, na most a Sirius B egy fehér törpe csillag, az körülbelül akkora, mint a mi földünk. És az az érdekes, hogy észrevették, hogy a Sirius ilyen színusz görbén megy az útja során, hát valami ott ráncigálja, és akkor rájöttek, hogy ott meg észrevették nagyobb távcsövekkel, amikor épültek a távcsövek, hogy ott van egy kis kísérő. Ez a kis kísérő ilyen erősen vonzza. Kiszámították, hogy naptömegű, képzelhető, hogy a napunk egy hatalmas nagy, és amikor befejezi az életét, összesűrűsödik ilyen kicsire, és akkor képzelhető, hogy egy köbcentiméter körülbelül 3-3,5 tonna súlyú. Tudnék, hogyha egy modellt készítenénk, hogy például a legegyszerűbb elem a hidrogén, van a központi része, a proton és a neutron mellette, és akkor
megnézzük, az egy hatalmas távolság, és amikor ezt összetöljük, akkor a protonok találkoznak, és akkor azért van ilyen sűrű tömege, és az úgy vonzotta. Most akkor a következőnél, na, egyszarvú rozetta köd, nagyon érdekes, hogy hát ennél szebb képet is láttam már, ez a téli égbolton lehet látni, ez egy gyönyörű, olyan, mint egy rózsa, olyasféle, és akkor mehet. Na most ékrek, itt a Eskimo köd, ezt a Hubble írtál fel, még a régi könyvekben azt írják, hogy van egy, itt van a Hubble HST, hogy NGC 2392, tehát 2392-es objektum, hogy planetáris köd, tehát egy haldokló csillag. De itt van a prémia a Eskimónak, itt van a megfagyott óra, itt a szája, hát nem lehet azt mondani, hogy ez a lófejköd, hát ez az Eskimó köd. Gemi vagy ikrek, bojtár, kettős, esti csillag, és estvéri csillag, két ábor, páros csillag, amit mondtam már, és akkor a következő. Auriga, szekeres, gödőjék, keskés csillag, kocsis csillag, kiskutya, határjáró csillag, nehézlábú csillag. Menjünk, ez nem érdekes, rákköd, itt az M44-es, ez egy gyönyörű szép, szabad szemmel is látták annak idején, hát most már mi nem nagyon látjuk, mert hát ahhoz ki kellene menni. Na most akkor, már megy is, következő. Na most érdekes, Kamala Pardé, zsiráf, szarvasnyom, Kassziópeia, Perzeusz, Auriga, szarvas csillagnak nevezték, és itt vannak az ős magyarok. Na most, hogy nagyon érdekes, hogy ha megnézik a térképet, keressük meg a ikreket, talán oda megyek. Itt van az ikrek, hunor és a magyar. Kiskutya megy utánuk. Ezt egy folyónak nézték, és akkor ez a szarvasnak az agancsa. Itt van az első lába, itt egy gázló van, átugrik, és a hátsó lába, és akkor itt van a plejádok, vagy a fiastyúk, és az lányok gyűlése. Na most az az érdekes, hogy űzik a szarvast, ezt ismerjük nagyon jól, és akkor az van, hogy oda vezeti a lányokhoz, és azokat elveszik feleségül, elrabolják a hunor és a magyar, meg a vadásztársaság, és akkor hát tulajdonképpen az égbolt, ahogy itt néztük, abba az irányba fordul. Na most itt az van, hogy ilyen szépen összehozták, hogy ilyen magyar vonatkozású is. És akkor még úgyhogy ez nagyon szép dolog, hogy ilyesmit gondoltak. Na most akkor még a göncölszekérnél, hogy el lehetne mondani, hogy itt, amikor megnézi az ember ezt a két csillagot távcsövön, kis távcsővel is, mit lehet látni? Három csillagot lát az ember. Na, én négyet látok, meg mindegyikünk négyet lát. Na, úgy van, hogy van az alkor, kisbéresnek, meg hüvelypicinek is mondják. Az alkor az úgy van, hogy a mizár fölött van, azt szabad szemmel is jó szeműek látják, és akkor kisül, amikor nézik, mert így van a kettő, és akkor itt van egy másik, az háttércsillag, az nem tartozik ide, de ezek fizikai kettősök, és amikor a fényesebbik csillagot megnézi az ember, alatta van egy másik. És akkor megnézték távcsöven, és színképelemző készülékkel, és azt találták, hogy színképi kettős mind a három. Az mit jelent? Na most, ha egy csillagot megnéz az ember, színképi kettős, úgyhogy színképe van, és benne vannak ilyen fekete vonalak. Na most a fekete vonalak hogy kerültek be? Még annak idején Fraunhofer elnyelési vonalaknak nevezték, és most is azt annak nevezik, és úgy van, hogy Fraunhofer vizsgálta színképpel a napot, és látta, hogy benne fekete vonalak vannak. Hogy lehet, hogy mi az a fekete vonal? És mindig ugyanott vannak. És akkor az volt, hogy Bunsen égőt gyújtottak meg, megnézték színkép elemző készülékkel, és folyamatos színkép jelent meg. Na most, ha megfesték egy vegyi anyaggal, például valamivel megfesték, akkor megjelenik egy fényes vonal. Most miért fekete? Na most akkor ezt mit is gyújtottak meg egy Bunsen égőt, és akkor
ezt befestették, az fehér, és amikor ezt is befestették egyszer, akkor egyszerűen csak fekete lett. Ez egy hideg gőz, elnyeli, és akkor fekete. Na most átvonatkoztatta arra, hogy van a napunk, és akkor a napnál van fekete vonal, egy nagyon erős, és egy kevésbé erős, ez a hidrogén vonala, ez pedig a hélium vonala, ez az izzó, és akkor a légköre az hűvösebb, és akkor az az elnyelési vonal. Na most a csillagoknál ugyanezt megvizsgálták, később Bunsen elég rövid életű volt, 39 éves volt, és akkor folytatták a kutatásokat, hogy mondjam, Bunsen is többek között, meg Kirchhoff. És azt lették észre, hogy mindegyik csillag más színképet mutat. Na most akkor megnézték ezt a csillagokat, hogy tulajdonképpen egyet látnak, de két színképet látnak. Na most itt vannak a fekete vonalak, és akkor ahogy kering, a fekete vonalak azok így mozognak. És akkor az elárult, hogy nincs akkor a távcső, hogy közel van az a nagy csillag, vagy egy másik égítés, de a fénye odaérkezik, és akkor ebből megállapítottuk, hogy kettő. Akkor a három csillagnál 2, 4, 6, és a harmadik, tehát a Mizár alatt van egy kisebb csillag, a Mizár még ilyen kis bolygó mozgást végez, tehát ott még egy másik láthatatlan csillag van, ami bolygatja. Tehát 7 csillagból áll. Na most az Alcor, az úgy mondták, hogy az Alcor az egy olyan csillag, amelyik úgy mondták, hogy ő a kisbéres, fönt ül a tetején, a rúd tetején, tulajdonképpen a bakon ül. És az volt, hogy tulajdonképpen ennek van egy keringési ideje a főcsillaghoz, méghozzá az, hogy 800 000 év alatt kerüli meg. Most a bak tetején ül, 400 000 év múlva a bak alá kerül, képzelhető, és akkor még 400 000 évet kell várni, hogy ismét fölüljön a bakra. Na most akkor nézzük meg a következőt. Na most itt van megint a kép, és akkor folytassuk akkor kutatások eredménye. Azonosított csillagok 171 azonosított csillag, amelyeket megtudták. Ebből 47 a Tejút, Nagy Göncörre 36, Kis Göncörre megvan, Fiastyúk, Nap 3, Tarhonya szárítótól kezdve, Holdon 2, Vénusz több, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, összesen 329, és akkor azonosított csillagok 173 és csillagé, itt van 100 azonosítatlan csillagok, és akkor azokat összeadja az ember, és akkor kijön, hogy összesen ennyi csillagképet tudunk. Igen ám, de Bödök Zsigmond már hozzátért már többet, mert kutatásai alapján még megtalált még rengeteg följegyzi, már kutatás alapján sokat tudott elérni. És akkor nézzük meg a következőt. Nincs már következő, és akkor én megköszönöm, és ugyanakkor adok még itt más dolgokat. Ezt inkább ide. Megint csak itt vannak a magyar csillagkép nevek, ezt is szétosztanám. Dani segítsé. És akkor itt el lehet magyarázni. Ja. Itt meg lehet találni, hogy hát szép az, hogy minden. Na most a sárkány fölött van minden. Tündérasszony palotája, meg nem tudom, még göncösszegé. És akkor nagyon érdekes, hogy volt ilyen, hogy mindjárt megnézem, hogy ezt érdemes felolvasni. Ez is egy följegyzés. Hol a szemüvegem? Azt mondja, hogy így gondolták szegediek, hogy azt mondja, hogy
szegedi nyelvjárása, mikor Krisztus Urunk Szent Péterre ment, azt az országúton tanáltak egy nyűves kutyát. Szent Péter befogta az órát, elkerülte. Krisztus Urunk csak ment a röndös úton. Hogy tovább mentek, látja Krisztus Urunk, hogy egy részögemből dülöngé az úton, káromkodik, de égtelenül. Krisztus Urunk messziről kitért előle. Szent Péter nem állhatta meg, hogy mögne kérdezze Urunkat. Azt mondta Krisztus Urunk, látott Péter, az a nyűves kutya senkit nem bánt, attól nem kell félni, de ez a disznó, disznó mindenkivel kiköt, ez az elől ki kell térni. Az látszik az ég úton, az égen mutatja a kitért Krisztus Urunk a részeg ember elől. Na most ilyen följegyzések voltak, és hát Szegeden gyűjtötték össze, és hát sok érdekes dolgot hallottak. Én megköszönném, de még van itt még kisebb térképeket is tudok adni, hogy könnyebben lehet. Hát Mikulás ajándékok legyenek ma. Tisztetszett kapni. Ez ugyanaz, csak hát könnyebben lehet kezelni. Na is párat. Nem tudom. Nem kettő az? Akkor oda kell adni. Mindenkinek még maradt. Ugyanakkor én megköszönöm a türelmüket. Jó. Hosszú volt. Nem fekete lyukról van szó? Olyan sebessége haladnak, hogy nem csapodhatnak. Jó időt kellene kifogni. Jó idő, az derült idő. Akkor lett volna. Fogunk.
akkor ki szoktunk menni. Na most a kereskedelemben sokszor van úgy, hogy műanyag lencsés távcsők vannak, semmit nem érnek, kómahibás, meg színihibás, meg nem tudom mi, hát, de már kis távcsővel is lehet sok mindent észlelni, és volt, aki megkérdezte tőlem, hogy megnézte a távcsőt, megnézi, azt mondja, meddig viszed a távcsőt? Mondom, mert nem messze hordó ágyú, és akkor milyen közelre hozza a holdat? Hát semmilyen közelre, nagyítás meg. Szóval vad kérdések vannak. Na most az első kérdésre, hogy nem fölsúrló kis bolygókról van szó, tudni, a naprendszerben úgy van, hogy a nap, itt vannak földtípusú bolygók, a Marsig, tehát Merkur, Vénus, Föld, Mars, utána Jupiter, és itt kerestek egy égi testet, és akkor még találtak először egyet, akkor örültek, na megvan, de milyen kicsi ez. Ez volt a Ceres. És akkor utána jöttek Ceres, Pallas, Juno, Vesta, stb. Minden, és most már több tízezer van, és van, amikor egymás pályáját, hogy mondjam, zavarják, na most úgy mondja, a Jupiternek a vonzó ereje, meg a napnak a vonzó ereje, ott nem tud, ott tevékenyedett úgy, hogy nem tud kialakulni egy tisztességes égi test, és akkor ilyen apró kis égi testek vannak, nem gömbölyűek, általában sziklák, meg nem tudom mi, kráterekkel, már többet már lefényképeztek ilyesmit, Gaspra volt az első, Ida, nem tudom még milyen, volt egy csomó, és akkor az volt az a helyzet, hogy egymást zavarják, és akkor van, amikor belső pályára kerülnek, és akkor keresztezik a Földnek a pályáját, és ez a Föld súrló kis bolygó, persze nem súrolja, az csak nagyon közel. Már volt olyan, az Icarus például a Hold és a Föld között ment el, és könnyen lehet, hogy összeütközünk, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy erről lehetett-e szó róla, de aztán vannak ilyen vad elképzelések, hogy valami, hogy mondjam, fekete lyuk, kisebb fekete lyuk, tudni, amikor a csillagok fejlődésén úgy van, hogy a nap az, hogy mondjam, először vörös óriás lesz, utána összesűrűsödik fehér törpe, mint a Siriusnak a kísérője, a Sirius B, és akkor a napunk is ilyen kicsi lesz, a másik pedig, hogy szupernova robbanás lesz, ott úgy van, hogy összesűrűsödik, aztán végén felrobban. A harmadik pedig az, hogy akkora hipernagy csillag, hogy összeroskad, nem bírja a gravitációt, nem bírja legyőzni a belső erő, és fekete lyuk lesz, az pedig azt jelenti, hogy hát megnézzük a Holdon, amikor az Apollo program volt, így mintha vízbe ugráltak volna az űrhajósok, meg kicsi a gravitáció, itt meg van a mi gravitációnk, a Jupiteren olyan volna, hogyha oda kerülne egy ember, összeroppanna, föl se tudna kelni akkora, a napon még nagyobb, és akkor képzelhető, hogy a fénynek a sebességét a fekete lyuk nem tudja, nem engedi ki, mert sokkal nagyobb, és visszahullik, azt lehet mondani, hogy ki se jön, és akkor a szingularitásban tűnik el, összesűrűsödik, és ennek óriási nagy a vonzó ereje. És hogyha egy olyan vidéken tartózkodik, ahol más csillagok vannak, azt lehet mondani, hogy kozmikus porszívó beszippantja ott a környezetbe az összes anyagot, por között mindenfélét, de ugyanakkor a csillagokat is. De aztán jöttek hogy vannak egész kis fekete lyukak, és esetleg a Tunguz meteornál is az lehetett, hogy átszaladt egy fekete lyuk, azért volt, hogy nem igaz. Szóval ilyen nincsen, vagy hát lehet, hogy vannak kisebbek, de nem volt ez még bizonyítva egyáltalán. Hát nem tudom, hogy ilyenről van-e szó, de amikor én nézek ilyen, hogy mondjam, Discovery, meg nem tudom melyiken vannak ilyen csillagászati, meg űrkutatási film, ez jó mellé fogott, ez már nem egészen tudományos dolog, úgyhogy hogy aki ismeri jobban, az azt hiszem te is tapasztaltál mi ilyesmit, hát úgyhogy meg ti is. Na azt, hogy mit lehet megengedni a magyar sajtóba, televízióba, rádióba, hát a kereskedelmi csatornákon gyakorlatilag bármit mondhatnak. Tehát azok a tévé csatornák, kereskedelmi csatornában mondja magát és reklámokból él, azt mondanak, amit akarnak, nekik az a céljuk, hogy leüljön a néző és nézze őket, és közben nézze meg az ő reklámot is, mert ők abból élnek. Más és helyzet, ez meg leköti őket. Más a helyzet a közszolgálati tévével, hát ott bizony oda kéne figyelni, hogy mit mondanak,
és hát bizony néha ott is vannak sületlenségek, ilyenkor azért, ha nagy sületlenség van, akkor föl szoktunk hördülni, meg fölhívjuk a szerkesztőt, és vagy írunk neki egy e-mailt, és esetek többségében azért reagálni is szoktak rá, válaszolni. Vagy pedig nem csinálok semmit, az is van. Előfordult ilyen, de általában a közszolgálati tévével azért viszonylag jól ki lehet jönni. A kereskedelmi, a tudományos csatornák, ez a Discovery Channel és társai. Itt meg vannak egész jó tudományos műsorok. Vannak nagyon jó filmek, amiket olyanok fordítottak magyarra, akiknek semmi közük a tudományhoz. Se szaklektor, semmi. Hát nyilván fordítani bölcsét fognak megkérni, mert azért a fordításhoz, mert neki az a szakmája. De a csillagászathoz nem biztos, hogy ért. És a bolygó helyett üstököst fordít, vagy az üstökös helyett bolygót. Mert nem tudja, hogy mi a különbség a kettő között. De ugyanígy a hegesztés helyett forrasztást, és mondhatnék mást is, tehát a műszaki témájú műsorokban is vannak ilyen félretekintések. Hát sajnos ez ilyen, tehát nyilván ott is a csatorna igényességén múlik, hogy mennyire veszik ezt komolyan. Hát ők tudományos csatornának vallják magukat, de hát ők is azért a pénzükből élnek, tehát nem az a céljuk, hogy ők most okítsák a népet, hanem az a cél, hogy lekessék a nézőt valamivel, és ott tartsák a tévé előtt, mert hát őnáluk is vannak azért helyek közel reklám. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Erre nincs igazából törvény. A sajtószabadság jegyében bárki bármit leírhat. Ráadásul ez igényességén múlik, hogy mennyire veszik ezt komolyan. Hát ők tudományos csatornának vallják magukat, de hát ők is azért a pénzükből élnek. Tehát nem az a céljuk, hogy ők most okítsák a népet, hanem az a céljuk, hogy lekessék a nézőt valamivel, és ott tartsák a tévé előtt, mert hát őnáluk is vannak azért helyek közel reklám. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Erre nincs igazából törvény. A sajtószabadság jegyében bárki bármit leírhat. Ráadásul ez nem a csak esetleg a törvényei, de az nem érvegelik mondjuk a szemben. Tehát azért, hogy személyőség jogi per emeltelen mindig belül, hogy a nyugdani fizikának kellene hatót írni. Egyéb kérdés? Köszönöm. Hát akkor köszönjük még egyszer a nézőknek, hogy itt voltak. Jövőre ugyanígy. Ha is vannak ilyen félretekintések. Hát sajnos ez ilyen, tehát nyilván ott is a csatorna igényességén múlik, hogy mennyire veszik ezt komolyan. Hát ők tudományos csatornának vallják magukat, de hát ők is azért a pénzükből élnek, tehát nem a
Nem az a céljuk, hogy ők most okítsák a népet, hanem az a céljuk, hogy lekessék a nézőt valamivel, és ott tartsák a tévé előtt, mert az ő náluk is vannak az elejjel közel reklám. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Erre nincs igazából törvény. A sajtószabadság jegyében bárki bármit leírhat. Ráadásul ez nem nyugodtan. Egy